Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Dunaföldváról. És a mai téma is egy vonalbejárás lesz, viszont ma egy olyan vonalat fogunk bejárni, amit már felszették a sineket, és a kerékpárút épült a helyén. Viszont ennek ellenére még majd lesznek nyomai. De ami érdekes, most, hogy ez ilyen rendhagyó vonalbejáros lesz, mert ilyet még nem csináltam, most nem gyalog fogok menni, révén, hogy a vasútvonalnak a nagy része az ugye kerékpárút épült, tehát akkor mondom, mindegy gyalogoljunk. Viszont mi a Dunaföldvárra csak busszal lehet kijönni, tehát egy biciklit nem tudok hozni. Úgyhogy maradt a másik közlekedési eszközöm, a roller, ma mindjárt azt is megmutatom. Akkor majd rollerezni fogunk szépen, mert mondjuk aszfalt úton azzal is lehet menni, és ezért mégis egy gyorsabb lesz, mint gyalogolva. Na, akkor nézzünk ki szét itt az állomás. És hát itt van az a közlekedési eszköz. Nem elektromos, csak sima, ugye lábbal hajtós. És hát itt van maga az állomás, ugye az előbb mutattam az adakjelzőt. És errefele szaporodnak a vágányok, látszik, hogy telkocsik is állnak, mert mindjárt el fogok arra menni és megnézem magát az állomást is. Szerintem úgy látom, hogy itt az átjárónál van is egy út, szóval sima ügy. Úgyhogy akkor tartsadok lennék, és majd utána a térképen be van jelölve a solti vonal, majd azt fogom követni. Ezt nézzétek, itt volt régen egy őrhely, egy váltóállító, és egy szolgálati lakás is van itt. Ezt most megnézem, hogy mind a kettő üresen áll. De hát, ha maradt valami. Nézzük meg. Úgyhogy lesz egy kis útbekszedés, és nem csak vonalbejárás. Valószínűleg. És a váltókezemnek itt lehetett egy szolgálati lakása is. Zárva van viszont. Megvan még a vízbe, tehát szerintem ezt még használják. Siemens Halske. Az látszik. Van pályatelefon is. Azért el tudom képzelni, hogy ezt az őrhelyet még használják. Mondjuk itt a csalán. Akár is nagy eszem van, hogy rövid nadrágba jöttem, de gondoltam, hogy még útbekszelni is fogunk. Hát a pincébe nem megyünk be, és örülünk, ha nem csíp meg itt a csalán. Már mindegy, egy kis csalán csípéshoz már hozzá vagyok szokva. Tetszik ugyan személyforgalom, itt már 2007 óta nincsen, mióta a paksi vonalat leállították, de teherforgalom azért még most is rendszeres. És Paksra is mennek az atomvonatok, tehát az a vonal az használatban van. Sőt, 3 évvel ezelőtt volt Paksra egy külön vonat. Az atomerőműben volt egy szervezett látogatás, és arra ment egy külön vonat. És itt is van egy másik, de ez is van valami olyan házszerűség lehetett, vagy szolgálati lakás. Sőt, szerintem ez a melléképülete lehetett a háznak. Ilyen, most tudom, sufni, vagy disznó, vagy ilyenek lehettek itt. Bár nem, mert itt meg van egy kályha maradván, tehát ott volt egy kályha. Ilyen sima vegyes tüzelésű kályha, mint fűtőeszköz. Hát errefele meg ezért nincs semmi. Nézzétek meg, itt van egy vágány, ami eltér a csonka, és lehet, hogy ez volt az, ami Solt felé, mert szerintem van szolgálat is. Vagy legalábbis elképzelhető, hogy még forgalmi szolgálat van, és hogyha van, akkor a forgalmistától meg tudom kérdezni. És ugye látjátok, hogy itt ezeket a sineket, ezek már azért lazsdásabbak, és itt viszont ugye látszik a sínkoronán, hogy azért szokott itt még vonat járni. És közben ott van a háttérben egy busz, meg ott van a felvételi épület, ezt megnézem, és ez egyébként a roller hátránya most nagyon jól meg tudom mutatni. Ezért vagy itt csak tolni lehet, mert csak szilárd úton tud menni. Ilyen ezért homok, meg földúton nem. Tehát itt csak tolni lehet. Hát ez a biciklivel szemben az egyik hátrány, viszont mivel tömörgumis a kereke, ezért defektet sem fog kapni. Úgyhogy ilyen szempontból meg jó. Hát most ez maradhat ilyenkor, nem marad más hátra, mint gyalogolni és tolni. És ott egy ikarusz, azt hiszem meg fogom nézni. És akkor üdvözletem innen Dunaföldváron, a vasútállomás mellett. És itt egy busz. Egyébként kinézetve ikarusz mégis a jelzése szerint megmond. Tehát, nincsétek el, hát le van véve a rendszámra, tehát az valószínűleg innen már nem megy sehova. Vagy ki tudja, lehet, hogy csak idéglenesen van kivonva a forgalomból. Hát, és akkor nem esetben most középkörű járom. Hát pedig ez szerintem Ikarusz. Ezt nézzétek. Szépséges. Remélhetőleg nem azért állít, mert már nincs. Ja, közben egyébként itt vagyunk még mindig Dunaföldváros utánmáson, és
És pont ott húzott el egy Szergely az előbb. Akkor az egyik... Akkor lehet, hogy az egyik tartálykocsik szerelvényért jött. És látjátok, ezek a Pannonia etanol, azért bioetanol üzembe megy valahova. És elég sok tartálykocsi van itt, és több vágányon is. Bár hogyha azt a legszélsőt kihúzná, akkor az jó lenne, mert be tudnék menni. Egyébként látjátok ezt a rengeteg betonaljat ide kikészítve, tehát szerintem sír, vagy azért ajcserére készülnek. Viszont, hogyha már felújítják a pályát, akkor már igazán a személyszállítás is újra lehetne indítani. Eljöttem a Dunaföldvári állomás másik végébe. Látható az alakjelző. Jó, itt is van a vonóvezeték, a hozzámennek, és itt van egy teljes sorompós átjáró. És az előbb ment ki itt egy Szergely, amit sikerült le is fotózni, úgyhogy eddig tökéletes a helyzet. Viszont azt is megtudtam, hogy a Solti vonal az a túloldalt van. Tehát jól néztem, hogy az, ami ott kiágazott, az lesz az. Tehát, hogy gyakorlatilag viszont ráépült az elkerülő út ugye ott a vasútvonalra. Tehát egészen a hídig el kell menni közúton, addig nem lehet követni, mert az út helyén megy. Tehát majd legközelebb szerintem ott a Dunaföldvári hídtól fog jelentkezni. Azt is megnéztem, hogy tényleg, hogy Beszédes József hídnak hívják, amit soha nem tudtam. De szerintem nagyon régóta így hívják, de meg azt sem tudom, hogy kiről nevezték el, hanem most úgy vagyok utána nézni itt az épületet, de még a felvételi épületet megmutatom nektek. Ahhoz viszont itt majd nem ilyen Vitasinek mellett fogok visszamenni, hanem itt van betonút, tehát inkább erre. Majd szerintem itt el lehet menni, de majd mindjárt nézek egy térképet. És közben elnéztem ide a Dunaföldvári vasútállomáshoz, és hát itt az utas ellátó az már bezárt, és éppen eladó. Itt volt ugye a Resti, mondhatni, mellette ital volt, és itt van maga a felvételi épület. Hát ilyen valami hépszabványú, azt hiszem, hogy ez a harmadik osztályú, ilyen kibővített feltépet. Az emeleten szolgálati lakások voltak, már akkor színű, de valószínűleg nem lakott, viszont úgy tudom, hogy szolgálat van. De majd ez is mindjárt kiderül. Akkor lássátok, feleim, ez volt a Solti vonal. Akkor azt jól tudtam, megnéztem, hogy itt jön, és hát valahol itt jött tovább, csak ez gondolom az a átjáró is később kezdett meg, viszont ez így amarra ment. Mert itt a térképen is van, hogy az egyik része az ugye megy errefele, a másik meg, tehát a Solti meg így erre. Tehát amelyről igazából jöttem, vissza kell menni ott a központ fele, és majd a Dunaföldvári Beszédes József hídon, na most már csak kinyögöm, de már kicsit már kezdek fáradni, Beszédes József hídon átjön. Vagy ott már az eredeti töltésen megy a bicikli út. És egészen Soltig végig lehet rajta menni. Itt viszont most egy lejtős rész jön, úgyhogy gudulásra fel. Üdvözletem újra, itt vagyok újra a vasúti nyomvonalon. Itt a körforgalom közepén jött el egykor a vasút. És ott az elkerülő út épült a töltésre. És szerintem itt ment. Itt ment egy darabig mellette, és ez az út már azért vezet föl a hídhoz. Tehát itt majd át kell menni a túloldalt, és akkor majd ott tudok átmenni a hídon. De eredetileg a vasút az út közepén ment át, mert ez a híd, ez közös közúti vasúti híd volt.
Ez 2000 környékén, amikor felújították, akkor szedték ez a sineket, és végül is akkor is szűnt meg véglegesen ez a vasútvonal. De majd a vasútvonal történetéről majd a hídon majd még mondok egy-két szót, most egyébként menjünk el oda. És akkor lássátok fel, itt van mögöttem a híd. Amit én is most tudtam meg, amikor a térképet néztem, hogy merre kell ide jönni, hogy Beszédes József hídnak hívják. És oda jármű alatt tartom. És egyébként a hídról annyit kell tudni, hogy igazából inkább vasútvonalról, hogy ezt igazából még katonai célokra is fenntartották nagyon sokáig. Próbálok úgy helyezkedni, hogy a mondjuk előfúj a szél, akkor talán így nem lesz ezek szélzajos. Mert itt mondjuk a lényeg az volt, hogy ez katonai célból is, mert ez egy hadi szempontból fontos dunai átkelőhíd volt. Maga a vasúton is egy ilyen fontos összeköttetés. És a személyforgalmat még a közlekedés politikai koncepció miatt állították le a 80-as évek elején. Talán azt hiszem 1980 körül, vagy 81-ben. Ugye nagyjából a közlekedés politikai koncepció egyik utolsó áldozata volt ez a vonal. Viszont teherforgalom az továbbra is maradt, mert már csak a paksi atomerőmű miatt is az ellátta, hogy az atomadatokat úgy tudják hol vinni, hogyha esetleg a másik főcsapás irány Dunaújváros fel eldugul. Úgyhogy egészen a 2000-ig fenntartották a teherforgalmat. Ugye már nagyon minimális volt, de azért volt. Viszont 2000-ben ez a híd az annyira tönkrement már, de mutatom mindjárt. Hát, hogy minél kisebb szélzaj legyen, hogy hát ez a híd ott mögöttem, hogy egyébként itt voltak a sinek középen. Tehát itt a középen ment a vágány, és a hídnak mind a két felénél volt törház. Ilyen hídőrök voltak. És itt úgy rajtott az átkés, hogyha jött a vonat, akkor lezárták a sorompókat, mind a két oldalt volt sorompó. És a mindkét oldalt a hídőr végigment a sineken, és megnézte, hogy nincs akadály, és a feltételek biztosítottak-e azt, hogy a vonat leközlekedhessen. És félúton találkoztak, aláírták a jegyzőkönyvet, hogy igen, visszasétáltak, engedték a vonatot. Tehát ez legalább egy ilyen 5-6 perc volt, és eléggé meglassította a közlekedést. És még ez hozzájött az is, hogy a forgalom az akár 10 percig is lehet, mert ugye a vonat tervezett érkezése előtt 4 perccel már le kellett csukni a sorompót, és amikor elment a hídről, végig ment a hídon, meg vissza, akkor már a sorompó csukva volt nyilván, hogy közúti járművek nem menjenek rá. És ez a híd, ez 2000-ben ez annyira ledomlott, de mindegy, akkor egy darabig sétálok is arra, majd próbálom akkor így nehezen, mert roller is közben nem tudok kamerázni. Tehát annyira lelomlott már, hogy itt a közepén elkezdett kilukadni, tehát hatalmas luk volt az aszfalton, meg ilyesmi. És akkor viszont már muszáj volt felújítani. És a felújítás után akkor 2000-ben a vágányzárat elrendelték, és a hídépítők, vagy ez a közútkezelő nagyon lobbizott érte, hogy ne tegyék vissza a sineket, mert csak a baj van vele, meg a hídnak a teherbírását is csökkenti, meg az élettartamát is nagyban. Ami valószínűleg igaz is volt, mert ugye régi avult kétszerkezet volt, meg felépítmény, de valószínűleg meg lehetett volna oldani, nagyon akarják, de végül is akkor az addig lobbiztak, hogy győzött az, hogy megszüntették a vonalat, a sineket nem tették vissza, a többi részét is utána felbontották. Ugye a honvédség is nyilatkozott, mert sokáig azt hátráltatta, mert régebben felszedték volna, csak a magyar honvédségnek csak azt mondta, hogy stratégiai szempontból ez a vonal fontos. Aztán utána valahogy mégis sikerült lebeszélni őket arról, hogy ezt így gondolják. Más, hasonló volt a Békés Csaba érzé, de delta vágány. Vagy a két fővonal között, ugye a szegedi meg a budapesti fővonal között volt egy delta vágány, amit most csak a felújításkor bontottak el korábban. Már volt is nagy jelentkező, aki megvette az egész területet, és saját költségén el is bontotta volna, de végül az nem valósult meg. Na itt is ugyanígy volt, hogy a Honvéd se sokáig ellenáll, de aztán végül hát úgymond beadták a derekukat, és tehát akkor volt az, hogy akkor már a sineket nem is tették vissza a híd felújítás után. Hát nézzétek meg. A vonatok azok valahol ott középen mentek. Nagyjából a felező vonalnál volt a vágánytengely. És egyébként a Duna az, ami felett most is sétálok. Hát látjátok. Szóval a vonal töltete ennyi volt, és utána rögtön ki is találták, hogy a vasúti töltés helyére épüljön kerékpárút a két település között. Ami meg is valósult azóta.
Bár elején, tehát tényleg ilyen szeretvetett volt, hogy felszedték a seget, ott maradt a földút, és kitették a táblákat, de most már állítólag most nem mondom, hogy kitől, de megkaptam az információt, hogy hogy normális kerékpárút van, és ők is, és végigment majd a biciklivel, és semmi probléma nincsen, Soltig el lehet menni, szóval ha biciklivel tud menni, akkor én is tudok menni róla, de tehát probléma. Valamint még lesz egy másik híd a Kisdunán, amit ugye meghagytak, a sokáig ott állt így funkció nélkül, mint a mosodat felszedték, de most ráépült a bicikliút, mert azt is megnézzük, hogyha eljutok oda. Úgyhogy de szabadosan meg lesz egyébként, mert itt azért sokkal gyorsabban haladok. Úgyhogy a vasútvonal történetéről kb. Ennyit. Tehát gyakorlatilag is Soltik bicikliút vezet végig, és a gyomvonalat be lehet járni. Hát itt Dunaföldvárnál volt az a szakasz, ahol az elkerülő út megépült a töltésre, hogy azt muszáj volt kikerülni, mert a főúton nem lehet haladni, igazából gyalog se nagyon, de oldalára meg pláne nem. És meg hát mivel a töltésnek a közepére épült az elkerülő út, úgyhogy biztosan nem fog semmit találni, ami vasútra emlékeztet, tehát értelmesen lett volna, inkább a belvároson átjöttem. Na de hát akkor hamarosan majd jelentkezek a Kisduna hídtól. És ezt nézzétek, ez a hiper-szuper fasz a bicikliút. Ez érdekes, tényleg ezen simán végig lehet gurulni, a tükör sima az aszfalt, tehát ha végig így marad, tökéletes lesz. A közben elkezdett esni az eső, nagyon jó, és közben megérkeztem a Kisduna hídtól, mert ez itt az érdekes most, hogy a vágány az most már itt ment, és ez volt a vasúti híd, ez a Kisdunán. És látszik is, hogy a közútit azt még újra is festették, minden, ezt nem. Mert most már ez vasúti funkciót nem lát el, ez most már csak a vasúti töltés helyére épült kerékpárutat biztosítja, de egyébként sokáig ez itt állt gazdátlanul, ez a Kisduna híd. És egyébként erről jöttünk, tehát itt már nagyjából valahol ott a kanyar után lehetett az, ahol a vágány elhagyta a közutat, és itt már, ugye most már a vágányok helyén megyek. Hát most ez a hol nagyobb, hol kisebb intenzitással most csepeleg az eső, de hát ez nem ijeszt meg egyébként is, hogy hoztam magammal esőkabátot, tehát azért gondoltam, nem bízok én ma az időjárás előrejelzésekbe. Menet közben az eső is elállt, és ezt nézzétek, itt kanyarodik el már a közúttól vasút, és itt megy ez már a szeretnyomvonala. Van egy átevesz, és nagyjából itt fordul be Solt felé. És egyébként Soltnál két nyomvonal is van, de csak az egyiket tudom bejárni, majd amelyik menti a bicikliút épült, mert egy időben kiegyenesítettek, volt egy kunkor benne, amit azt hiszem kiegyenesítettek. És végül is a végleges a megszüntetéskor az maradt. De azt majd, hogyha odáig eljutottam, akkor majd a térképen megmutatom, hogy pontosan mire gondolok. Na ezt nézzétek, mit találtam. Ez bizony egy szelvénykő, csak az a baj, hogy lekoptak róla már a számok, de ha eddig nem hittétek volna, hogy ez tényleg vasút volt valaha, akkor most már elfogjátok. És egyébként látjátok, ott megy az ív fordul, szerintem ott már Solt fele fordul. És egyébként erről jöttem, hát az is egy ilyen szép íves azért a töltésem, és egyébként tájban is lehet gyönyörködni. És akkor most jön az a rész, hogy megint térképezni kell, mert látjátok, igen, a töltés az ilyen eskanyolatba jött. Ez akkoriban valami így látták helyesnek. Viszont itt van egy stop tábla mellettem, de amilyen mutatom, megy az út elve. Megmegy arra, tehát szerintem inkább arrafele ment a vasút. Itt már ugye közút is ráépült, tehát akkor nem végig bicikliút van a töltés helyén, de ott a bicikliút végetábla, meg egy stopptárba, tehát majd mi a térképen meg kell nézni, hogy merrefele is ment tovább, de szerintem errefele ment. Mert ez lenne a logikus, mert ez megy Solt fele. Közben tévedtem, mert maga a bicikli, vagy a lét, a vasútvonal az erre ment tovább, itt látszanak is még szerintem az ágyazatból némi maradványok. Aztán ma mindjárt megnézem a térképen, hogy meddig lehet itt elmenni. Hogyha végig ilyen volt, akkor azt nem tudok vele rollerre végig menni, akkor majd ezt biciklivel kell valahogy megoldani. De hát ez nem semmi minden esetre. És akkor ezt nézzétek, mégiscsak nekivágtam, hát maximum itt a tolom a rollert, mert itt nem tudom használni. De ez az eredeti nyomvonal. De már maximum az ágyazatból lehet egy-két maradványt találni, nagyon más nem. Mit errefele meg már lassan, az se. Szelvényköveket még lehet, hogy fogok találni, de nagyon másra itt már nem számítok. Ezt nézzétek, az ágyazatból némi maradvány. Egyébként más nem találtam. De maga a vonal az egész jól járható. Na ezt nézzétek, találtam egy átereszt.
Ez bizony itt volt a vasútvonal rajta korábban. Igen, hát az ágyazat köveket nem szedték föl. Nem más volna. Sőt, ez hát... nem is átedesz ez. Hanem... töltés alatt átment egy út. És azt nézzétek, amit a... ami a bivai rétvel eltűnt, az még itt megvan. Az ott egy gémes kút. Látjátok, a vasúton arra folytatódik tovább. Most lehet, hogy mutatok nektek egy olyan állat, amit vonalbejárásnál még soha nem láttatok. Az előbb itt ment. És ha nem fogom elijeszteni, akkor még itt mászkál valahol. Hát ha nem, akkor meg majd elmondom, hogy millió maradtatok le. Egyébként fényképet csináltam róla. Teleobjektívvel. Hát nem, eltűnt. Na, akkor elmondom, hogy ez üni volt. Ah, és ezt nézzétek. Itt egy szelvénykő. Csak aztán olvassátok le, hogy mi van rajta, mert én ebből nem tudom megmondani. És egyébként valahol itt a környéken van egy kakukk is, legalábbis a hangját lehet hallani. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy a kakukk az különbözik a többi madártól. Igen, ki tudja mondani a nevét. Úgyhogy itt közben haladunk. Hát egyébként ez a pálya, ez nagyjából végig ilyen volt, jól járható. Hát most annyi nehezítés van, hogy itt tolom magam mellett a rollert, de hát igazából így sem haladok sokkal lassabban, mint hogy alagolnék. Sőt, szerintem egyáltalán nem. Maximum itt a rollert viseli meg ez a nem túl jó terep. Nem ilyenhez van szok. Na hoppá. Lehet, hogy innen nehezedik csak a terep. Eddig is simán járható volt, hát most már lehet, hogy innen most, ahogy beletaladtunk ebbe a dzsumbújba. Nézzétek, mondom, ezt még egy átedesz. Hát itt az egykori vasút magas töltésen futott, és itt ezek a földutas átjárók kerülték el ilyen nagyobb terepen. Hát egyébként tényleg ennyi, itt voltunk. És akkor itt errefele, itt ez egyébként más volt? Közigazgatási területén vagyunk, ezek ilyen külső tanyavilágok. És itt valahol a háttérben a kakukk az még mindig gyakorolja a nevét. És akkor lássátok fele, én már közelítünk a másik végéhez. Itt viszont már földút van, tehát itt valószínűleg közúti járművek is közlekednek. De még mindig a töltésen mászkálok. De azóta nem találtam semmit. Szelvényköveket figyeltem, hogy hát a felbukkan itt egy-kettő itt a gazba, de eddig semmi. Hát ennyi kb. Tehát innen kb. Egy olyan 100 méter de volt innen, hogy kezdődött ez a földút. És egyébként lassan már lesz majd egy ív balra, és akkor utána jön majd az, hogy sor területi... Oh, és csak emlegetni kellett a szelvénykövek. Ha jól látom az írás rajta, akkor 220. Vagy 820, vagy mennyi van 820? Mi ez? Az a baj, hogy már eléggé lekopott, és ilyenkor nehezen lehet kisilabizálni, hogy mi volt ez valaha. Ezt nézzétek közben. Már itt vagyunk valahol a töltés vége fele, de szerintem ez mindig a vasúti töltés volt. Itt egy ilyen tábla, és szerintem ez az árvíz, vagy ez a vízügynek a tájékoztatója. Mert ez a... lehet, hogy már a vízügyi a töltés, és akkor ez az a szelvény. Mert ez biztos nem a vasúti. És szerintem az ott még egy szelvénykő lesz, tehát valószínűleg a vasút erre ment, de hát innen majd mindjárt térképet nézek. Ez is szelvénykő, csak ez a vízügy fajta. Tehát ez itt ez, mert itt már a vasút egyben volt az árvízvédelmi töltéssel valószínűleg, és ez bizony ez már a vízügye, ez nem vasúti szelvénykő. Most viszont itt feltámadt a szél, hogy kijöttem az erdős részről. Úgyhogy most kicsit hangosabban beszélek, hogy a szélzajt elnyomjam, meg próbálom úgy tartani a kamerát, hogy ne legyen benne. De most az a baj, hogy minden irányból fúj meg így össze-vissza, úgyhogy tényleg csak ebbe az idétlen szögbe lehet. Úgyhogy... egyébként a térképet most néztem meg, még egyenesen tovább ment a vasúti töltés, és csak utána fordult évesen a város felé. És akkor lássátok feleim, itt ment tovább a vasút, ez már szintén a árvízvédelmi töltésen. Hát még egy darabig, aztán utána fog jönni az ív. És egyébként innen már szintén itt be lehet jönni sorta, tehát itt megyünk a város szélén. Igazából az út az eddig tart, de ez a másik is, ahonnan jöttem, és onnan jött a vonal arról.
Hát itt csak az a baj, hogy meg megint, hogy ez földút, ezen nem lehet rollerezni, csak tolni. Csak hallásátok feleim egy gyors visszapillantást, az út átjárótól annyit jöttem. Viszont itt a vasútvonal elhagyja az árvízvédelmi töltést. Az ott tovább egyenesen, és itt a térkép is azt mutatja, hogy itt viszont a vasútvonal letért. Tehát itt nekünk, már beszélni sem tudok, jó van. Itt errefele kell jönni, hát a vasút az itt jött. Hát ez viszont nem tudom mennyire járható. Bár ugye csak 2002 után kezdték el itt a sineket felszedni, úgyhogy valamennyire biztos, és meg is vannak azért a nyomok, tehát az ágyazat van, tehát azért abban általában lehet bízni, hogyha tervszerű bontás is van, ugye a sineket meg a talfákat felszedik, viszont magát az ágyazatot általában nem. És azt hiszem ez volt az a vasútvonal, amit egyébként hivatalosan is elbontottak, meg fölhagytak, tehát annak minden költségével együtt, tehát felszedték teljesen az egész felépítményt, eltüntették, meg ugye odaadták, hogy akkor legyen bicikliút, meg rekultiválták természetesen a területet is, amit kötelező volt, tehát annak is része volt az, hogy akkor engedélyezték, hogy épüljön a bicikliútot, legalább ezzel nem kellett foglalkozni. De ez tipikus egy olyan vasútvonal volt, ami a terszerű bontással. És úgy, tehát nem az, hogy ellopták meg, stb., hanem ez tényleg terszerű bontás volt. És egyébként ez is egy olyan vasútvonal, ami annyira azért nem hiányzik, azért valljuk be. Tehát igazából a dunai átkelés miatt lehetett volna stratégiailag fontos, viszont azt például a Kalocsa után Fogtőnél, Paks fele, egy új Dunahíddal sokkal jobban meg lehetne oldani, és még nagyobb haszna is lenne, mert több települést érintene. Tehát igazából ez nem az a vasútvonal, amiért kár, hogy megszüntették. Tehát van olyan, amit el kell engedni. De nem kell minden centi vasútért harcolni, ezt már azt hiszem többen is megmondták videósan, meg én is, hogy a vízafogó iparvágányoknak én is megmondtam, hogy az egy rozsdaövezet volt ott konkrétan, az egész vízafogó, meg a környéke, tehát az se baj, hogy felszedték, de ugyanezt elmondhattam volna az Andor utca iparvágányos videónál, és még lehet, hogy el is fogom, mert nem biztos ám azt, hogy még mindent megtaláltam, meg nem fogok még visszamenni kézárós nittén. De az is tipikusan az, hogy ott a kopaszigát, meg az egész Dunaparti rozsdaövezet volt a sok vágánnyal, meg minden, és miután azt már nem használták, mert tényleg nem használták már, amikor elkezdték elbontani, akkor azért nem volt kár, mert egy kultúráltan kinéző park, meg sétány, meg minden jött ott létre a helyére, meg tehát egy ilyen szórakozó hely, vagy egy ilyen parkosított területet. Van ilyen vasúton, amiért nem kár. És szerintem ez is ilyen volt. Tehát, hogyha kell az a kapcsolat még ott ugye a Dunán vasútilag, akkor azt egyszerűbben meg lehet oldani Kalocsánál. Vagy ha nem is egyszerűbben, de logikusabb lenne arra vinni. Mert azt még tudná személyforgalomra is használni, ugye kiskördöstől Paksig, meg esetleg onnan Szekszárdig tovább vezetve, az nem lenne egy kihasználatlan vasút. Még a kiskördös Kalocsa se, hogyha most újraindítanák. Úgyhogy egyébként közben igen, sétálunk a töltésen. Hát nem tudom, hogy ebből a kis vlogolós részből mennyi maradt benne. De ez konkrétan ez a vasúti töltés. És majd valahol lesz egy szakasz. Hoppa, ott valami átment előtte, nem tudom mi volt. Szerintem nyúl. Na mindegy. Tehát lesz majd egy része valahol, ahol volt egy nyomvonal korrekció, mert egy sokkal nagyobb ívbe ment be soltra, mint akkor, mikor felbontották. És hát azt majd megpróbál megkeresni. Ez pontosan merre lehetett, de mindjárt akkor nézek is egy térképet. Ezt nem tudom én jelenleg hova tenni. Itt van egy ketrec, benne egy madár. Ezt valaki ide bezárta. Lát, hogy postagalom, vagy valami csapda, ami ezt megfogta. Hát mindegy. De kapott enni, meg inni is, úgyhogy végül is rossz dolga nincsen. A másikból meg már kiengedték, valószínűleg ott is volt egy. Csak onnan már kiengedték a benne lakót. Hát most így jártál akkor, picinyem. Találtam egy szelvénykövet. De ennek se lehet leolvasni, mi van ráírva. Semmi nem látszik belőle, de a közép közepe egy nulla. A széle meg talán egy hármas. Viszont ebből legalább látszik, hogy tényleg erre ment a vasút valamikor. És akkor megvan a főút.
Egyébként a töltés az itt megy, ezen a részen. Ma mindjárt megnézem közelebbről, és jön egy autó, és el kéne engedni ezen a szűk helyen. Aha, tehát a vasút az innen jött, és itt keresztezte az utat, az 51-es főutat, és arrafele ment tovább. Hát nem tudom, mennyire lehet majd követni, de megpróbálom. És akkor sikerült visszatalálni a töltésre. Hát itt ment tovább egyenesen. Úgyhogy nagyjából próbálom követni, ameddig lehet. És találtam még egy szelvénykövet, tehát most már biztos, hogy a vasút itt ment. Az persze továbbra se kivehető, hogy milyen szám volt rajta. És lássátok, feleim, itt volt valamikor egy átebesz szintén, vagy egy híd, mert itt van egy kanál is. És ezen átment a vasút. De ott nem tovább egyenesen. Nézzétek meg, azért itt vannak még a ágyazatból a maradványok. Tehát biztos, hogy a vasút itt ment, és itt egyenesen még. Nézzétek, találtam még egy szelvénykövet, és valahol itt volt az elágazás, én ugye úgy érzem, hogy szerintem itt már a földutat követi. De ezt majd mindjárt megnézem, mert valahol itt, ahol most állok, lehetett a nyomvonal korrekció, hogy itt egy rövidebb sugarú ível bekötötték a Dunapatai vonal mellett a Solti vasútállomásra, mert egyébként még ott arrafele tett egy nagy hurkot, még átment az ott volt valami csatornán, és még utána így vissza, tehát ott volt egy ilyen nagyobb, és akkor azt hiszem, hogy ott még egy megállóhely is volt rajta, amit Újsoltnak hívtak. De azt a plusz kanyart az idővel levágták egy vonal korrekcióval, és bekötötték így a vonalat. És egyébként erre felől jöttünk, hát azt látjátok, hogy itt teljesen jól járható a pálya. És akkor ezt mindjárt térképen megnézem, hogy akkor ez hogy lenne. És szerintem megvan, tehát itt, ahol hiányzik az út, tehát itt megvan egy darabig a macskakő, meg ott is, tehát itt egy átjáró volt, és itt innen a kettő közül szedték ki a sineket, akkor az úgy ment tovább arra. A másik, a régebbi ága pedig ott egyenesen. Lehet, hogy a másik földutat követte, és ez volt az új nyomvonal, amit felszámoltak. Úgyhogy most ezt fogom követni, a másikat nem, mert azt már régebb óta felszették, ott már biztos nincs semmi. És esetleg még ez itt, ez lehet, hogy egy betonaj? Nekem legalábbis nagyon gyanús. Hát ez lehet, hogy egy betonaj volt régebben. Egy hát akkor megyünk tovább. Hát ez szintén földút, úgyhogy csak gyalog. De hát innen már nincs messze a Solti vasútállomás. Onnan már majd, hogy nem látom azért is a 151-es vasútvonalat, amit nem is ilyen régen bejártam. És akkor csak ugyanitt, és akkor ott még láttam a csonkáját is annak, amit már felszedtek. Tehát jó helyen vagyok, az biztos. Úgyhogy innen már csak egy pár kilométert. És akkor lássátok, felején gyalogunk az egykori vasúti töltésen, az pont ezen a földutnak a helyén volt. És még bizonyítani is tudom, íme. Találtam egy szelvénykövet, bizony. Tehát biztos, hogy jó fele megyek, és ott már háttérben melyiket látszik a Soltnak az alakjelzője is, tehát a bejárati jelző az valahol már, igen, ott van. Ott a lombok között ott látszik, de ha közelebb megyek, akkor majd mindjárt is észreveszitek. Hát akkor ennyi, tehát innen már tényleg nincs messze. Sőt, ott valaki nagyon figyelmesen nézi, és 1080p-ben talán még a sineket is látja. Úgyhogy tényleg ez volt a vágány szakasz. Úgyhogy innen már tényleg annyi, hogy pár száz méter, és benn vagyok Solton, mert itt van az előjelző is itt van. És ha emlékszem, hogy beszélek én már hülyeseket itt délután, tehát az már a főjelző. És a főjelzőtől már közel volt az állomás, erre emlékszem. Nem olyan régen volt, ami... És tessék, lássék, találtam még egy szelvénykövet. Nem biztos, hogy pont a földútnak az ívét követte a vasút, de szerintem itt még igen, mert szelvénykövek mindig a sinek mellett vannak, tehát szerintem most itt egyenesen ment tovább. A főjelző is, amiről beszéltem, tehát szerintem itt még valameddig, ott persze utána már lehet, hogy az a törés van az útban, az ott a vasútban már nem volt, hanem az egyenesen ment. De a földút az nyilván ott a felszedett vágányok helyén ment egy darabig, aztán utána lehet, hogy nem. És itt viszont látható nyomai vannak annak, hogy a vasút itt eltért ezúttal, mert a vasút az, láttatok a szelvénykövet, a vasút így jött, itt. Itt jött tovább, és ott csatlakozott be, tehát ott van még a vágány vége. Mert megmutatom ezt közelebbről, bár a Dunapatai vonalban is benne van. De itt most, ahol most sétálok jelenleg, ott ment. Tehát itt voltak a sinek. És eddig szedték föl.
Látjátok, itt a 305-ös szelvény, Solt meg a 300-asnál van. Az államos épület van pont a 300-asnál. És ez már a Dunaföldvári szakasz volt. A másik pedig, az valahol itt csatlakozott be a hosszabb nyomvonal, az valahol itt jött, de majd mindjárt azt még ki kell térképezzem, mert abban nem vagyok teljesen biztos. Tehát egyébként a térkép szerint a régi nyomvonal az itt a lakodó területén keresztül jött így. Úgy mutatom, tehát úgy arrafele. És úgy valahonnan onnan. Tehát annak már biztos, hogy nincsen semmi nyom. Tehát az angolok külön vonata a Soltig legyen, mert igazából addig eltudó a pálya. Tehát Dunapatajka nem tudtak emelni, de hát azt láttátok az előző vonalmér esetben is az állapotok vannak. Tehát ugye arrafele már biztos, hogy soha többet nem fog vonat menni. Úgyhogy jövő itt tartunk. És hát közben megérkeztünk Soltra, tehát gyakorlatilag itt a vége. Tehát innen most már irány a buszállomás. És akkor ezt nézzétek, visszaértem Soltra. Szintén. A busz majd onnan fog indulni, mert ez egy kecskevéti, de majd ha ez haza elmegy, akkor nagyon a Budapest is, így a fél óra múlva. Hát addig meg ugye megvettem az ellátmányt a buszra, ezt majd itt megeszem, ezt pedig megiszom. Úgyhogy ez a vonalbejáros túl, ez nem ennyire lesz, de szerintem még majd a Népligetből fogok jelentkezni.